A vége felé járnak a napraforgó nektár gyűjtésével a méhek, leginkább már a családosításra készülnek a méhészek. Itt a napraforgó után végül, amikor a családok már a fészekre is dolgoznak, de az, hogyha a fiasításnak utat akarunk hagyni, ezekből a fedett mészkoszorúkból, azokból a keretekből, ahol azt szeretnénk, hogy fiasítás legyen, végül is lehet csökkenteni. Ezáltal végül is még valamennyi mézet el tudunk venni a kaptárakból, és a fiasítás terjedelme ezáltal nagyobbra tud fejlődni. Az idei évben is ez az utolsó virágzó kultúra, így hamarosan mindenhol vége a gyűjtési időszaknak. A népesség tizedelődése mellett azonban jelentős problémát okozott az őszi csapadék, a száraz tél és az aszályos tavasz. A szárazság miatt a méhészet szempontjából az egyik legfontosabb növény, a repce sem segítette a méh családok tavaszi megerősödését, minimális nektárt adtak, amelyet tovább rontott az akácvirágzás alatti hideg és esős időjárás. Az akácvirág, hogy nektárt adjon, minimum 18 fokos hőmérséklet kell. Egy nagyon elhúzódó akácvirágunk volt, de folyamatosan rossz időm mellett, úgyhogy megpecsételte a méhészek helyzetét, nem csak a megyeiben, hanem országosan, vagy majdnem Európa szinten. Minimális akásztermés lett a méhészeknél, nagyon sokan nem is tudtak pergetni egyáltalán, és ami volt, az is annyira híg volt a nektár, hogy mire bejelelték, a méhek szinte elfogyasztották. Ezt követően már csak a napraforgóban bíztak a méhészek. A tavaszi szárazságban szinte minden mezőgazdasági termelő egyszerre ültette el a napraforgóját, amely így szinte az egész országban egyszerre virágzott, és 8-12 nap alatt levirított. Ezt a gyűjtési időszakot ismét viharok, esők és jégesők tették tönkre, bár ennek ellenére összességében a napraforgó méz mennyisége kielégítőnek mondható Hók József szerint. Most, mint termelők azt mondjuk, hogy mivel, hogy majdnem mondhatnánk, hogy egy harmad annyi mézünk termett, vagy fele, mint tavaly év, vagy a korábbi években, muszáj lenne az emelés. A nagykereskedelmi árba viszont olyan kis piacot foglalunk el Európába, amivel hiába nálunk kevés a termés, nem piacbefolyásoló, nagykereskedelmi ár változatlan, ezért mindenki megpróbálja azt a kevés mennyiségűt, amit termelt, akár itt hazai piacon értékesíteni közvetlenül a fogyasztóknak, így próbáljuk egy kicsit realizálni a termésünket. A tavalyi nagy méhpusztulásra visszatérve Hók József azt mondta, sokan döntöttek a méhészet abbahagyása mellett, a kieső családokat pedig a termelést folytatók 70-80%-a nem akarja, vagy nem is tudja pótolni, akik így csak a megmaradt méhekkel folytatják a termelést. Hozzátette, így a következő években várhatóan nem lesz nyereséget termelő mezőgazdasági ágazat a méhészet.